36 éve, újra és újra minden évben van eleje. Ezt a varázslatot meg mást is nevezik. Így van, természetesen mindig igyekszünk a gyerekeket. Az ünnepvárás csodáját, igen, a Mikulás várás, igen, engem is minden évben valahogy átszellemülünk a gyerekekkel. És fiatalon. Igen, 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 így van. Sok verserdallal készülünk, az adventet próbáljuk már velük megismertetni, az adventi népszokásokat, amit nagyon-nagyon örömmel fogadnak. Már az első gyertyagyújtáson túl vagyunk. Sok verserdallal, nagyon sok kézműves munkával készülünk. Ellátogatunk a Mikulás házába, a karácsonyi forgatagba. Megfigyeljük, hogy az emberek hogy készülnek az ünnepre, a közös együttlétre. Kis Jánosné vagyok. Ancika néni mit szeretne karácsonyra? Békét, nyugalmat, együtt lenni a családdal. Itt vannak még a gyerekek, vagy már kirepültek? Hát az enyémek már felnőttek, de természetesen összejövünk szenteste. Kis család, nagy család együtt. Ti mit szeretnétek a Mikulástól meg karácsonyra? Tebránított a repülőgépet, amely van propellőre. Én kérek egy távirányítós mentőbotot, meg egy óriási mentőbotot. Szerinted megkapod? Igen. Igen? Írtál a Mikulásnak? Még nem. Azt mondja Bonin, hogy már írtatok. Igen. És azt idehozza a Mikulás? Nem tudom el. Fiúk, régen volt az nagyon régen, amikor ti így tudtatok lelkesedni, várni, örülni, szóval időben és lélekben is. Mészáros Márton? Most volt, nem volt az régen, mikor mindannyian vártuk a Mikulást. Viktor? Hát igen, azért még én is vissza tudok emlékezni arra az időszakra, amikor még otthon kitisztítottuk a húgommal például a bakancsunkat, kiraktuk az ablakba, és akkor anyáik oda settenkedtek, miközben aludtunk, és akkor ők tele töltötték mindenféle finomsággal, csokival, gyümölcsökkel. És reggel, amikor felébredtünk, akkor meg azt láttuk, hogy az ablakban, a tiszta csizmákban ott vannak ezek a finomságok. Hol volt ez? Gyulán. Mert én gyulai származású vagyok. És hát ez otthon a családi házban volt. Marci, te? Nekem kis húgom van, most 8 éves, de hát azért vele át lehetett azt élni, hogy milyen, amikor tényleg még nagy izgalommal várja az ajándékot, és mutogatja lelkesen, hogy mennyi zsákot kapott ajándékba. Szóval kétszer voltál gyerek, meg most harmadszor, meg majd jön majd az apakor. Igen, igen, de ugye nagyon jó látni, amikor megvan még ennek a varázsa, ennek a várakozása, és óvodákban is már párszor szerepeltem, és ott is elképesztő, hogy milyen hangulatot... Igen, de most itt teljes őrület volt, itt katarzis állapot alakult ki. Úgy éreztük magunkat majdnem, mint egy ilyen rockkoncerten. Ha megkérdeztünk valamit, ők úgy helyeseltek, hogy ordítottak, mutogattak, felálltak, ugráltak. Ezt hallottátok? Még te a szobában voltatok, igen. Hívtak benneteket, igen, hogy kezdődjön. Hallottuk, hogy skandálták, hogy kezdődjön. Azért biztos van egy kisebb kudarc élmény, hogy hát végül is a Mikulás nem jött, hiszen még csak a pénteken... hó sem kezdett esni, bár én azt hittem, hogy olyan jó a játék azok, hogy elindulom. Szóval kicsit becsaptuk a gyerekeket, mert ők majd csak pénteken kapnak ajándékokat, mi már előre elkezdtük, kedvet kapjanak majd. Hát ezek a dalok után, meg ezek a táncok után most már muszáj lesz, hogy megérkezzem.